Lukovics Milán atya ül velem szemben, a Mária Rádió műsorigazgatója, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Mi kell ahhoz, hogy az ember műsorigazgató legyen egy katolikus rádiónál? Általánosságban nem tudom megmondani, az én esetemben ez úgy történt, hogy Szabó Tamás elnök úr felhívott, aki a Mária Rádió Egyesületnek az elnöke, hogy találkozzunk. Ismertük egymást, de nem álltunk rendszeres kapcsolatban, úgyhogy biztos voltam benne, hogy akar valamit, hogyha találkozni szeretne velem. És hát akkor előállt ezzel a számomra teljesen váratlan ötlettel, hogy legyek én a Mária Rádió műsorigazgatója. Engem annyira váratlanul ért ez az ötlet, soha korábban ilyenre nem gondoltam, hogy hát hirtelen nem is tudtam nemet mondani. Hát egy bizonyos gondolkodási idő után hát elvállaltam, ennyi történt. Mik a feladatai? Ennek, hogy műsorigazgató, ez a Mária Rádió. Mária Rádió ugye 81 országban van jelen. 100 Mária Rádió van, mert például Szlovákiában van egy magyar nyelvű is, meg egy szlovák nyelvű is. És mindig Mária Rádiónál ez a műsorigazgató, ez egy katolikus pap, akinek a megbízatását, hát itt Magyarországon az Esztergom budapesti érseknek, Erdő Péter bíboros úrnak kell jóvá hagynia. Tehát egy tartalmi felelős. Úgyhogy nem én fogok a csapból folyni folyamatosan, hanem valamiképpen arra, hogy mi hangzik el a rádióban, ez lesz az én felelősségem. Na most nyilván a holnapi műsort azt nem ma találjuk ki, tehát van egy műsorszerkezet, vannak műsorok, amelyek hosszú idő óta mennek. Hát nyilván szépen lassan ez változik, egyes műsorok véget érnek, újakat indítunk. Tehát ilyen formában fogom én majd ezt a tartalmat valamiképpen hát felügyelni, vagy ezzel foglalkozni. De hát ez a feladat, a tartalomért felelős. És az ön elődje Lépes Lóránt atya hogyan fog a továbbiakban együttműködni a rádióval? Mi lesz az ő feladata most? Ugye ő a felvidéki, tehát szlovákiai magyar nyelvű Mária Rádiónak a vezetője. Tehát tulajdonképpen emiatt is kérték meg őt, hogy segítsen itt Magyarországon a Mária Rádió működésében. Egy olyan körülbelül 2 évvel ezelőtt ő ezt elvállalta. Tehát ő minden héten Észak-Komáromból jött ide Budapestre, meg vissza, még ez nem egy olyan nagy távolság, de minden esetre az, hogy 2 különböző helyen van feladata, erre mondta azt, hogy hát, ha lehet, akkor próbálják megkeresni az utódját. Tehát ő nagyon szerette, szívesen jött ide, csinálta is volna tovább, de hát ezt kérte, hogy ha lehet, akkor keressenek helyette valaki mást. És mint a felvidéki, magyar nyelvű Mária Rádió vezetője, folyamatos vele a kapcsolat. Nálunk is van műsorigazgató, programigazgató is, hát el tudjuk képzelni, hogy egy televíziónál mi mindennel foglalkozik, de lehet, hogy ez még annyira képlékeny, hogy egy rádiónál mit lehet műsorigazgatóként készíteni, tehát hogy ugyanígy a lelki gazdagságért is felel, mint hogy a műsorok rendben menjenek, ugyanakkor valami fajta kapcsolata is lesz a továbbiakban a hallgatókkal? Természetesen, tehát annak, hogy a műsorigazgatónak is az a feladata, hogy minden nap van a rádióban egy hittanóra, vagy egy ilyen Hitünk és Életünk című műsor, ezt minden nap más tartja, de hát ez az én feladatom is lesz, hogy mondjuk körülbelül heti rendszerességgel azért legyen egy ilyen közvetlen műsor, ide be lehet telefonálni, lehet írni, ötleteket is lehet adni. Úgyhogy én úgy veszem észre, hát ez alatt a rövid idő alatt, amióta ott vagyok, hogy elég szoros a kapcsolat a hallgatókkal. Tehát tegnap volt az első ilyen élő, önálló adás, ugye, hogy hát én tartottam ezt a hittanórát, és akkor utána Dániából is írtak e-mailt, tehát elég közvetlen, szoros a kapcsolat a hallgatókkal. És milyen jó, hogy jönnek a visszajelzések. Gondolom, hogy erre is bátorítják a hallgatókat, hogy az ötleteiket is osszák meg, hogy őnekik mire van még igényük, mit szeretnének hallani. Pontosan így van. Persze emellett neked kérdést lehet tenni, műsorba be lehet telefonálni, igen. Milyen új műsorokra számíthatnak a hallgatók? Hát ugye ez egy fokozatos dolog, mert van egy olyan műsorszerkezet, hogy az
idő egyharmada, 24 órában szól a rádió, az idő egyharmada imádság, egyharmada tanúságtétel, és egyharmad tanítás, életvitel. Tehát körülbelül ez a műsor szerkezet. Na most, hát mindennel van sok teendő, de hát azért alapvetően megvannak a működő műsorok. Nyilván, ami engem személy szerint érdekel, vagy hát ez elég sokféle dolog, hát összegyűjtöttem vagy 30 elemű listát, hogy mivel kéne foglalkozni. Nyilván, de engem például érdekel a zene, klasszikus, tehát a szimfonikus zene, amiből mondjuk ugye szentírási ihletettségű, vagy hát a liturgia által ihletett dolgok is bőven vannak. Hát szeretném, hogyha valamiképpen ezt nem egyszerűen csak lejátszanánk, mert ugye ez nem egy zenei rádió, hanem hát, hogy valamiképpen ezeket szöveggel is bemutatnánk, ezeket a műveket. De hát ezen kívül rengeteg minden van, amivel majd mi idővel... minden van még ott a 30-as listájában? Hát most hirtelen nem is tudom mindegyiket felidézni, de például nagyon érdekesnek tartanám azt, hogy a sport. Ugye ez mindenkit érdekel bizonyos fokig, és az, hogy a sportnak a történetéből, annak a, hogy mondjam, etikai kérdései, vonzó életpéldák, egyéniségek, tanulságos konfliktusok, tehát mondjuk ebből biztos, hogy be lehetne sok mindent mutatni rendszeresen is. Hát most hirtelen itten zavaromban nem is tudom, hogy mit emeljek ki, mert sok ötletem van. Semmiképpen nem szerettem volna pontról-pontról végmenni, vagy zavarba hozni, te jó ég. Nem, csak nekem is közben eszembe jutott, hogy nálunk is van egy ilyen tanúságtevő, Bányai Miklós kollégánk, aki Beck győztes, és talán Európa-bajnok vízilabdázó is volt, holott a nézők pedig itt, mint börtönlelkészt ismerték meg, illetve van neki egy Amit érzek műsor a hétfő esténként, ahol be is telefonálhatnak a nézők, és feltehetik nekik a kérdéseit, vagy hát ő is elmondja, megosztja a világról alkotott gondolatait, tehát, hogy azért nem életidegen, ha így mondjam, a sport és a katolikus vallás kapcsolata. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mi minden módon lehet evangelizálni. Hát igen, meg hát a rádiónak is az életről kell szólnia, úgyhogy ezt, ami az élethez hozzátartozik, azt hát arra mind szeretnénk ránézni. Hát eddig is ez van ugye egy heti tematikája is a rádiónak, meg azért minden hónapnak van egy kiemelt témája, amivel foglalkozunk. Épp a november hónapban ez a börtön, börtönlét, rabság, de hát emellett aztán tényleg mindent be lehetne hozni, hát még ez a sport, ez egy gondolat csak. És az adventi időszakra hogyan készülnek? Hát nyilván az adventi időszakban ugye hát eleve az, hogy az imádságoknak megvan a maga liturgikus időhöz idomuló rendje. Ugye az adventi időszaknak egy sajátos ötlete, ugye ez a Rorate, korai hajnali szentmiség, ez is meg fog jelenni a rádióban. A karácsony, illetve hát bocsánat, a decembernek a kiemelt témája az a kicsinyek jóléte, vagy a kicsinyeken való segítség. Hát ugye nagyon sok gyermek van az országban, a világban, akiknek hát ugye a körülményei, családi háttere ugye rossz, meg egyáltalán betegségek, háborúk. Tehát hogy hogyan lehet ezeken a gyermekeken segíteni, ez lesz a fő téma december hónapban. És hát amellett persze a hittanórákban meg fog jelenni a karácsony, advent, minden oldalról, tehát ennek a szentírási, a liturgikus, akkor hát az ünnepre való felkészülés, lelkisége, minden. Most az jutott eszem, hogy egy se vesszen el a kicsinyek közül, de mégis milyen érdekes, hogy szerintem december hónap az, amikor különösen oda fordítjuk a tekintetünket azok felé, akik kisebbek, rászorulóbbak, és jobban megérdemlik azt, hogy segítsük őket, de nem csak decemberi időszakban kellene. Hát azért foglalkozunk vele decemberben, hogy utána majd kihatással legyen a következő időszakra, teljesen egyetértek. Igen, igen. És kik azok a papok, azok az önkéntesek, akik még a Mária Rádió mellé állhatnak, vagy várják a segítséget, az honnan jöhet? A Mária Rádió műsorába igyekszünk papokat, atyákat bevonni. Hát többen is szerepelnek nálunk ilyen értelemben rendszeresen,
ugye Kocsis Fülöp érsekatyát kell elsőként kiemelnem, Erdő Péter bíboros úrnak is van műsora, próbáljuk őket megszólítani, hogy amivel foglalkoznak, vagy hát ami a tanításuk, azt tegyék bele a rádióba. Azon kívül, akik hát így heti rendszerességgel megjelennek, Puskás Antal atya a Pálosoktól, Fülöp Ákos atya, Kírer Imre atya, hirtelen talán nem is tudom még mindegyik, nem is találkoztam még mindegyikükkel ez alatt a rövid idő alatt, de hát igazából a Mária Rádió 1300 önkéntes. Tehát ez, ami mondjuk engem nagyon megfogott ebben, hogy ebben nagyon-nagyon sok ember munkája van, ők civil emberek, de ők csinálják a műsorokat is, meg úgyhogy beleteszi mindenki a magáét. Tehát maga a stáb az ugye egy szűk kör, aki igazából egy ilyen háttérmunkát végez, és segíti az önkénteseket. Úgyhogy hát önkénteseket egyébként minden területre várunk, és mindig toborozzuk is őket, úgyhogy gyakorlatilag a technikát is ők kezelik javarészt, akkor ugye a kiadványaink terjesztését, a műsorkészítést természetesen, és hát egészen odáig, hogy az is egy fontos szolgálat, hogy ahol a rádió működik, ott takarítás, portaszolgálat, ilyesmi legyen. Ugye vannak az imádság, ugye egy fontos része a rádió mindennapjainak, tehát vannak csoportok, akik hát az imádságot elvégzik, és akkor ezt felvesszük és közvetítjük. Úgyhogy hát gyakorlatilag minden területre mindig keresünk önkénteseket. És ami még nagyon dicsérendő, hogy egyre több a fiatal hang. Hogy próbálnak arra is odafigyelni, hogy ne csak a legkisebbek vagy a legnagyobbak, hanem az a középgeneráció, tehát a középiskolások, fiatal felnőttek is hangot kapjanak. Hát erre tényleg törekszünk, ugye az a nehézség, hogy ez a korosztály viszonylag talán keveset hallgat rádiót, inkább az interneten keresztül kommunikál egymással, illetve tartja a kapcsolatot a világgal. Nagyon szeretnénk azt, hogy fiatalok készítsenek fiataloknak szóló műsorokat. Ez is a cél, hogy megfogni ezt a generációt, aki most már lehet, hogy okostelefonnal jár a világban, vagy nincs ideje odafigyelni, hagyján, hogy a televízióra, az internetre, de még a rádióra sem. Hogyan lehet őket visszaszoktatni? Hát mi szeretnénk egyszerre megszólítani őket, vagy olyan műsorokat is készíteni, ami mondjuk ennek a korosztálynak az érdeklődésére számot tarthat. De hát egyébként mondjuk ugye az, hogy fiatalok, vagy fiatalok problémáival, vagy az ő nehézségeikkel, vagy az ő élethelyzetükkel foglalkozó műsorok nem feltétlenül csak akkor jók, hogyha most nagyon sok fiatal hallgatja, hanem hát mondjuk az is, hogyha a szülői, nagyszülői generáció hallgat egy ilyen műsort, és hát ő néz egy kicsit más szemmel a fiatalokra, tehát mondjuk ezzel azt hiszem az idősebb generációknak is segítséget adhatunk, hát, hogy együtt nézünk rá a fiataloknak a pár keresésére. Ez is egy fontos műsor ötletem, hogy ugye a korai párkapcsolatokkal, illetve hát aztán később már a állandósult párkapcsolatokkal, mondjuk jegyes állapottal, házasságra készülőkkel foglalkozzunk. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és megosztotta a jövőbeli terveit. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hallgassa mindenki a Mária Rádiót.